A körömépítés legfontosabb szakasza a helyes reszelés technika, hiszen, hogyha esetleg nem megfelelő anyagmennyiséggel dolgoztunk, elfolyt az anyag, megereszkedett az anyag, akkor a reszeléssel helyre lehet hozni. Azonban másképpen kell megreszelni a körmöket, amennyiben kocka formáról beszélünk, illetve másképpen, ha mandula körmöt készítünk, ahogy itt láthatjátok, szimmetrikussá kell reszelni, először felülnézetből, aztán pedig oldalnézetből, ugyanígy korrigálni. Ez természetesen a mandula formára igaz, kocka formánál először inkább. A felületét reszeljük, aztán pedig az oldalsó és alsó párhuzamokat. Ugye a mandulánál is ez az alsó párhuzam nagyon fontos, mert hogy túl lehet reszelni, és felfelé fog állni a mandula körmünk, de hogyha alá a sarokpont alá a reszelőt, és így reszelitek, akkor biztos, hogy korrekt klasszikus mandula formát kaptok. Ugyanez igaz a reszelés technikára a hátsó bőredő körül, mert nagyon óvatos mozdulattal kell, és a reszelő íves oldalával, helyes szögben befektetve a körömsáncba, hogy összetudjuk reszelni bármilyen anyaggal dolgozunk, a műköröm alapanyagot a természetes körömlemezzel. Ha c a műköröm, ha balanszpontos a műköröm, ahogy itt láthatjátok, ennél a modern mandula formánál, mindig először körbereszelem az óalakú sáncot, aztán pedig a, a felületreszelés és az oldalsó reszelések után jöhet az egyenes felületi sík, amit ugyanúgy a reszelővel erősen rányomva a felületre, hogy a mandula csúcsa és a balanszpont egy egyenesre esse. Mindezt megtanulhatjátok az akadémiámon, ha ellátogattok a sikarinélsz.hu-ra, ahol bemutatom az összes körönformát több mint száz képzési anyagban.